Na szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket a csatornámon egy tutorial videóban, ugyanis ilyen is régen volt, illetve Dosbox tutorial is nagyon régen volt, és a mostani ráadásul egy különleges Dosbox tutorial lesz, ugyanis Windows 95-öt fogunk telepíteni a Dosboxba. Ilyen kis poénként meg akarom ezt is mutatni, úgyhogy meglátjátok, hogy ezt is hogy lehet. De előtte röviden, tömören, hogy ez miért lehetséges. Ugye, akik régebb óta benne vannak ebben a Windows-os témában, azok tudják, hogy az 1.0-tól Millenniumig az NT kivételével az összes Windows DOS alapon működött, így nem csoda, hogy a DOSBox simán el tudja futtatni őket egy kis trükközéssel. Persze, ez kell a virtuális merevlemezekkel, meg a floppy lemezekkel egy kicsit mahinálni. Na most, szerintem vágjunk is bele. Első körben az Add gombbal hozzáadunk manuálisan egy DOSBox profilt. Aminek a Win95 nevet adjuk, akár kisbetűvel, akár nagybetűvel, teljesen mindegy. Programokkal nem törődünk most, mert nem lesz setup, illetve program file exe sem, hanem sorban haladva szépen a DOSBox settings-el kezdve. Az alapértelmezett DOSBox helyett mi egy speckó, speciális DOSBoxot fogunk használni, amit leteszek a leírásba, hogy honnan lehet letölteni, a program files-ba betelepítitek, és már kezdhetitek is a tutoriálban használni. Szóval itt a második résznél, vagyis a Custom DOSBox-nál szépen Choose Folder, kivegyünk a Deep and Reloaded-ből, és a DOSBox SVN Down nevezetű mappát kiválasztjátok, rányomtok egy okét, és ennyi. Ez a rész készen is van. Áttérünk a hardverekre. Processzor, vagyis CPU, dinamikus, Pentium Slow, és a CPU ciklusoknál és a sebességnél maximumot kell kijelölni, de megakadt egy pillanatra. A memóriát azt nem kell pisztergálni, azt később kézzel fogjuk piszkálni, ugyanis a Deep and Reloaded az maximum 65 vagy 66 megát enged, nekünk pedig annál kicsivel több kell ahhoz, hogy rendesen tudjuk futtatni ezt a telepítést. Áttérünk a grafikára, innen kiszedjük a teljes képtől a pipát, a rendert pedig átállítjuk Surface-ről OpenGL NB-re, így jöhet a billentyűzet. Ezt átállítjuk magyarra, 208 billentyűzetest szoktam én beállítani, de lehet, hogy a másik is tökéletesen működik, és 208 billentyűs, bocsánat. Itt pedig kikeressük a legaljáról a Hungarian nevezetűt, és ennyi, a billentyűzet megvan. Innentől lefelé már nem kell piszkálni semmit, tehát a hang maradhat, az egér meg a többi mind maradhat. Átmegyünk oda, hogy drives, vagyis meghajtók. Ezt az alapértelmezetet, amit ő bedob, ezt azonnal törölni kell, ugyanis ez egy mappa a számítógépnek a mappái között, és nekünk nem ez fog kelleni a telepítéshez, hanem egy IMG file. Szépen töröljük, illetve még ezt a Disable Mounting of Drives-t kiszedjük, aztán kézzel hozzáadunk saját IMG fájlokat, kezdve mondjuk a merevlemezképpel, ahhoz itt jobb oldalt erre a kis ikonra kell kattintani, Create Image File. Innen az összes pipát most azonnal kiszedjük, tehát ne legyen előre leformázva. Ez a tömörítés NTFS fájlrendszerben ez maradhat, mert ez csak a fájlt magát tömöríti, nem a meghajtót, amit jelképez ez a fájlocska. És mondjuk én a HDD nevet adom neki, és legyen 2 GB, na,
valamiért nem akarta beírni az előbb. Aztán, ha ez megvan, akkor leokézzük. Tehát 2045 MB, az 2 GB kerekem. És nem C meghajtó, hanem kettes számú meghajtóként csatoljuk. Ez a hard disk, vagyis a merevlemez, kész is van az IMG-nk, jöhet a floppy lemez, ezt már külön betallózzuk ezzel a kis ikonnal. Átmegyünk szépen az asztalra. Én már ide készítettem egy videós mappát. És itt van, hogy disk 1.img, ez egy DOS-os disk, szóval ehhez is majd egy linket csatolok a leírásban. Így, ezt pedig nem C-nek rakjuk, hanem már elrontottam. Oké, ezt gyorsan korrigálom, ne haragudjatok. Hanem floppy meghajtót akartam hozzáni, szóval floppy image-re kell rámenni. Innen a kiválasztható és a típus részből. Ezt A-ról átállítani nullásra. A nullás és az egyes, meg a kettes és a hármas között különben annyi a különbség, hogy a nullás az a mester floppy lemez meghajtó, az egyes pedig a szolga. Ugyanígy a merev lemeznél a kettes az a mester, a hármas pedig a szolga. Ennyi a lényeg, de itt is leírja egyébként ezen a részen. Na most akkor normálisan csatoljuk végre azt a floppy image-et. Asztal, videó, diszk 1. És szerintem meg is vagyok. Jó. Ez a része a tutoriálnak kész, most csak annyi, hogy leokézzük. Ő megkérdezi, hogy mit akarunk ezzel az egésszel csinálni. Még gyorsan mutatok egyébként majd egy config átírást, és utána megyünk a DOSBox-os telepítői részre. Ezt le kell igenezni, ugyanis most azt kérdezi, hogy a két exe miért nincs a helyén, a setup és a program. Így mentjük el, így van. És gyakorlatilag a Defend Reloaded beállításai illeszkednek már a DOSBox használatához, úgyhogy áttérhetünk a DOSBox-ra innen. Rá fogtok erre kattintani, és jöhet a program használata. Na. Na, srácok, most akkor jön a merevlemez beformázós része a tutoriálnak, mert azt kell elsőnek megcsinálni, utána pedig, hogy programnak a szavaival éljek, amit használni fogunk, injektálni fogjuk a telepítőt a merevlemezre, ugyanis CD-ről nem lehet telepíteni, mert akkor nem ismeri fel a virtuális gépnek, az emulált gépnek nem ismeri fel a C meghajtóját, vagyis a merevlemezét, hogy ezt így kell megoldani. Viszont mivel minden most csatolva van, így bootolnunk kell floppy meghajtóról elsőnek a DOS-nak a telepítőjét. Tehát kövessétek a írásomat, boot kötőjel el. Ez annyit tesz, hogy bootolunk egy meghajtót betűjellel ellátva, és ez most az A meghajtó lesz, ami jelen esetben ugye nekünk a nulla, de ő ezt A meghajtóként fogja így kezelni. Így starting MS-DOS, és azonnal a telepítőből F3-mal kilépünk, F-disk, milyen jól el tudok írni dolgokat, jó. F-disk, ezzel mindjárt így, ahogy van, az egyes ki van ugye választva alapból, így kell hagyni, enterezni egészen addig, amíg minden tökéletes lesz. Ugye itt most a nagy partícióknak a támogatását kérdezi, hogy bekapcsoljuk-e. Igen, és ezután lesz egy restartja a DOSBox-nak, úgyhogy el is tűnik egy pillanatra. Így né? Akkor újra ugye boot, LA, és most jön tényleg ugye a létrehozott partíciót, most be kell formázni, tehát format, és közben ellenőrzöm, hogy jól írom-e, C, megkérdezi, hogy tényleg akarjuk-e, mert minden adat el fog veszni, igen, vagyis Y, leformázzuk, ha akarunk, adhatunk neki egy nevet, de ez nem lényeges, szóval nyomok egy Entert, név nélkül is tökéletesen tudni fogja a Windows 95, hogy mit akarunk.
És ez a rész ugyan most készen van, de most jön az, ami egy kicsit bonyolultabb, bonyolultabb a fenét, injektálnunk kell a telepítőt, vagyis be kell másolnunk egy külön programmal az IMG-be, különben nem fog működni. Na, mindjárt vissza is jövök ezzel a megoldással. Most röviden, tömören megmutatom, hogy hogy lehet egyszerűen eljutni a program mappájába, hogy ezt az IMG-t, amit létrehoztatok, módosítgatni tudjátok. Illetve az asztalomról gyorsan a videó mappát ide bekészítem, mert most kelleni fog. Így. Akkor ezt vissza. Szóval jobb klik a létrehozott profilra. Files and Folders. Open Capture Folder. Így a Capture Folderbe, vagyis a felvételes részhez hoz, de vissza tudtok kattintani egészen idáig. És a HDD-nek az IMG-je itt van bent. Na de, mielőtt ezt én megcsinálom, gyorsan a konfigban megmutatom, hogy mit kell ahhoz átírni, hogy tökéletes legyen minden, és rendesen működjenek a dolgok. Mindjárt az első sorok között lesz, na de egy pillanat. Egy gyors fülvakarási. Szóval, a DOSBox résznél a memória méretet 16-ról, vagyis 16 megáról átírjuk valami sokkal nagyobbra, mondjuk legyen 512. 512 megabyte. Többét ezt nem kell bántani, mentünk egyet. Ugye most rá fog kérdezni a Defend Reloaded arra egyébként, hogy ezt újra betöltjük-e, erre OK-t nyomunk. Így frissítette a helyzetet, amit csináltunk neki. Áttérhetünk most a virtuális HDD-re. Ja, dupla kattintás, és erre bejön egy WinImage program, amit szintén csatolok a leírásban, ez mind kelleni fog, amit ott találtok amúgy, úgyhogy töltsétek le és telepítsétek, ha ezzel akartok szórakozni. Leokézzátok, illetve itt van ez, megkérdezi, hogy miként kezelje az adott image file-t, amit betöltünk. Ez egy partíció FAT file rendszerrel, és a read-only-t azt így kell üresen hagyni. Leokézzük, kapunk egy teljesen üres image file-t, amibe én most ebből az ablakból, ami a videós mappám jelenleg, injektálom először a 95-ös Windowsnak a C verzióját. Ez mindjárt meg is kérdezi, hogy megcsinálom-e tényleg. Tényleg megcsinálom. És akkor megvárom, amíg ezt beinjektálja. Utána pedig van ott egy S3 Drivers nevezetű zipecske, egy tömörítés, amiben az összes fájlt át fogom még másolni erre a C-mek hajtóra, ugyanis utána tudom csak különböző trükközésekkel normálisan feltelepíteni magát a Windows-t. Illetve egy OM kulcssal, amit már nem fogok megmutatni, hogy mi az. Mindenki másolja be, illetve írja be a saját megvásárolt kulcsát, vagy amilyen épp van. Ezt már rátok bízom ezt a részét, hogy mit csináltok vele. Na, ezt megvárom, de a következő hosszadalmasabb folyamatokat már ki fogom várni a felvételből, úgyhogy arra úgy készüljetek. Ugyanis tényleg a telepítésnél még viszonylag rövid ideig csinálja, de az ilyeneknél, amikor be kell másolni valamit, azért kicsit várni kell, időigényesebb a téma, viszont mindjárt kész vagyunk, és mehetünk tovább. Ez már gyorsabb lesz, tehát ezt megnyitjátok, ezt az S3 Drivers. Lehet, hogy ezt is feltöltöm valahova, mert ezt nem lehet csak úgy megtalálni a neten. Tényleg, hogyha a kedvet kaptok ehhez, hogy feltegyétek a DOSBox-ba a Win95-öt, akkor tudjatok dolgozni.
Na szóval, ezt mind szépen Ctrl-A, kijelölés, és bedobjátok, beinjektáljátok az IMG-be. És kész is vagyunk. Zárhatjuk be a programot, zárhatjuk be a WinRAR-t, illetve az előkészített, gondosan idepakolt mappáimat is bezárhatjuk. Megyünk vissza a DOSBox-ba telepíteni. Nos, srácok, akkor most jöhet a telepítés része a dolgoknak. Ismét el kell bootoljuk floppy-ról a DOS-unkat, majdnem Windows-t mondtam. Szóval boot, L, A, Enter. Indul az MS-DOS, és a telepítőből szokásosan megint csak kilépünk. Átnavigálunk a C-be, C2-s pont, itt is CD95C. Aztán a telepítőt egy speciális indítással kell indítani, és az alap, hogy ellenőrizzen mindent, az nem fog működni, kiakadt tőle a DOSBox, szóval úgy kell elindítani, hogy paramétereket adunk meg, tehát setup, perjel, is, enem, ennyi az egész, erre Enter-t nyomunk, várjunk még, felmásolja a szükséges fájlokat, bejött a progi, Enter, mehet a móka. Ugye ezt most be készíti a dolgokat, inicializálja a telepítőt, miért nem bírok bekattintani ide, na azért mondom. Ez kicsit gyorsabb egyébként felvétel nélkül, de ennyi még belefér. Na, mindjárt megkapjuk magát a setupot végre. Likenset elfogadjuk. Mindjárt jön a többi része a dolognak. Ezt lenextezzük. C Windows-ba fogjuk telepíteni természetesen. Itt ellenőrz gyorsan, hogy vannak-e problémák a merevlemezen. Így né. Még egy rövid ellenőrzés az elérhető helyhez, ugyanis kell neki. Aztán ennyi, itt a tipikus telepítési megoldás maradhat, itt pedig kéri az OM kulcsot, ezt gyorsan megadom neki, mindjárt találkozunk a következő képernyőn. Na akkor itt, mint látjátok, meg kell adni a nevet, úgyhogy én ide szokásosat írom be, majd nyomok egy Enter-t. Az is a tovább, aztán visszakattintok az egérrel, és a CD meghajtót, illetve a hangot ezt kiválasztom, ti is tegyetek így. Next. Gyorsan analizálja, hogy milyen eszközök vannak a számítógépben, ezt szerintem ki fogom vágni a felvételből, ugyanis ezzel elszórakozhat egy darabig. Nem sokára találkozunk. Akkor itt is vagyunk a leellenőrzött komponensek után, amiket keresgélt a számítógép. Na most itt két lehetőségetek van, vagy a ő által a kijelölt komponenseket, tehát az égvilágon majdnem minden telepítetek a Windows-ba, vagy pedig saját magatok adjátok meg. Én a másodikat választom, ugyanis nem szeretnék mindent telepítgetni, tehát a multimédia az nekem nem kell, a diszk és a lemez eszközök nem kellenek, a kommunikáció sem, ez sem, illetve az accessories-ból nekem, hát tudjátok mit, ezt megoldom röviden, tömören így, aztán vissza a details-hez, nekem innen maximum a számító és a számológép kell, az asztalmenedzsment, a hátterek és a játékok. Ezt leokézom, de továbbozom. Minden kiválasztott ott van. Startup lemez, vagyis indító lemez, nincs lemezre. Hányszor csinálok már nyelvbotlást. Nincs szükségünk, szóval no. Leigenezzük, vagyis lenextezzük. Aztán a start copying files next. És telepítő elkezdi szépen lassan felmásolni a Windows 95-ös fájlokat, vagyis inkább innen azt lehet mondani, hogy
kicsomagolni a cémek hajtóra. Nem sokára, amint rendesen felkészült, mert neki ugye az is kell. És én szerintem, hogyha elindítja ezt a százalékos számlálást, gyerünk haver, fog ez menni neked? Akkor fogom magam, és megint vágok egyet a videón. Mint látjátok, szokásos Windows 95-ös telepítés ilyenkor bejön. Egyébként ez lenne a leggyorsabb, úgyhogy ezt lehet, hogy inkább valahogy megoldom, hogy fel legyen gyorsítva. De igazából ezzel el szokott lenni, úgyhogy vágok egyet rajta. Mindjárt jövök. Na, mindjárt el is készül, gyerekek, 98-nál járunk. Úgyhogy mindjárt kész van maga a telepítés. Csak most, hogy elindítottam a felvételt, be nem akad, bár remélhetőleg nem, ha eddig nem tette. Minden esetre úgy, hogy megy az OBS, egy kicsit lassabban történnek a dolgok. Na, 99. És száll, innentől egyébként újra fog indulni egyszer a program, és úgy kell elindítanunk, hogy csökkentett módban, szóval ezt meg el is magyarázom, hogy hogyan. Csak előbb restartolom az egész mindenséget. Szóval, a szokásos DOSBox, itt egyébként nem kell a floppy lemezzel foglalkozni abszolút, szóval a szokásos DOSBox-os újraindulást fogjátok látni. Ilyen sima DOSBox képernyőre fog minket berakni a progi, nem kell semmitől se félni. Itt simán csak begépelitek azt, ezúttal most nem át, hanem boot, alsóvonás L, és ezúttal most C, és ha lenyomtátok az Enter, utána közvetlenül le kell nyomni az F8-at, így, és itt a step by step confirmation-t kell kiválasztani, ugyanis nem kell minden egyes cucc a Windows indításánál. Elmagyarázom gyorsan, hogy mi a baj, ha minden megpróbáltok normálba indítani, mint ahogy az ugye szokott lenni. Egy darabig csinálja a telepítő a dolgát, aztán kiakad, és a szokásos kék halálképernyő megjelenik, szóval step by step confirmation. Kérdezi elsőnek, hogy kell-e a registry, ez nem, vagyis no. A startup log file nem. A HiMemSys az kell, vagyis erre Y-t kell nyomni. Az IFSHLPSys szintén kell. Az STVR.exe nem kell. A grafikus interfész kell. Erre gyorsan várakoztat egyet. Ami pedig még kell, az a driverek nem kellenek, szóval erre nemet nyomunk, és mindjárt indul a grafikus felület hiba nélkül, ha mindent jól választottunk ki, úgyhogy erre tényleg figyeljetek oda, hogy ezt úgy csináljátok, ahogy én is csináltam. Tehát a program már írja is, hogy szép módban indult el. Minden probléma, ez kell nekünk. Ugyanis most telepítjük fel azt a speckó drivert, amit a legutóbbi képernyőn, vagyis a DOSBox-os képernyő telepítés előtti képernyőnél bemásoltunk, beinjektáltunk. Szóval bejött a sima asztal a 95-ös Windowsnak. Jobb klik, Properties, vagyis tulajdonságok. Itt a Settings-hez átnavigálunk. Advanced Properties, és ezt az S3-as drivert, ezt change-eljük. Kicsit átnézi a driver adatbázist. Egyébként, mint látjátok, 8 óra 52-kor készül a videó. Ez most a Windows 10 szerinti időt mutatja az emulálás miatt. Úgyhogy ezért is szeretem ezt a kis DOSBox progit. Nagyon ügyes egyébként. Meg ugye amúgy is ezt mutatná, mert a számítógépek java BIOS-ból kiolvasott idővel él, mint ahogy ez is. Az emulátor ugyanezt csinálja. Itt arra mentek rá ennél a drivernél, hogy van lemezem, vagyis have disk.
Drops, itt a Drives átállítása szépen C-re, és teljesen ki a főkönyvtárba. Leokézzuk, várunk egy kicsit, amíg felismeri, hogy mi van ott. És akár a legelsőt is egyébként, amit bedob, azt is ki lehet választani, mert ez tökéletesen megfelel arra a célra, amit szeretnénk, de ő ezt választja ki. Mondjuk 640x480-32K, ez tökéletes, leokézzuk. Meg fogja kérdezni, hogy megtartjuk-e a régi fájlokat, amik ehhez a driverhez tartoznak. Nem, cseréljen le mindent. Így újraírja a driver adatbázist. Megvárjuk, ez belefér már az időnkbe. Utána annyit kell csak csinálni, hogy újraindítjuk a teljes számítógépet amúgy. Mármint a DOSBox-os számítógépünket, nem a nagyot. Oké. Betette az új meghajtót, itt írja is, hogy kellene újraindítani. Bezárjuk. Újra megkérdezi az újraindítást. Igen, nyomunk rá, és készen is vagyunk a lényegesebbekkel. A DOSBox barátunk most megint újraindul. Akkor megint csak boot, L, C. Egyébként erre mutatok majd egy trükköt, hogy hogy ne kelljen ezt beindítani, amikor a számítógépet indítjátok. Enter. Starting Windows 95, és most normál módba el lehet indítani a driver csere véget, úgyhogy nem kell vele különösebben szórakozni. Most csak az utolsó simításokat fogja elvégezni, amit ugye minden egyes Windows megcsinált. Azt hiszem 95-től fölmenően voltak ezek a gyors beállítások telepítés után, amiket ő automatikusan egyébként elvégzett. Maximum az időt kellett piszkálni, az időzónákat kellett átállítani. Egyébként annyira ügyes ez a cucc még mindig, hogy nekem fel volt telepítve egy próba verzió belőle, és mikor volt az óra átállítás nem olyan régen, akkor simán megcsinálta az átállást úgy, ahogy a nagy számítógép, úgyhogy még mindig ügyes a 95-ös Windows is. Mint látjátok, most egy-két meghajtó programot azért még bemásol, amire ő neki szüksége van, hogy ezt se hagyja ki. Viszont ez rövid dolog, úgyhogy gyorsan megcsinálja, minden meg lesz, és fixálja az esetleges problémákat, utána pedig lehet használni a rendszert. Azt ne kérdezzétek egyelőre, hogy pontosan mi haszna van a DOSBox-ba telepített Win95-nek. Valószínű egyébként, hogy van valami, különben ez a program nem tudna ennyire sokat, hogyha nem lenne haszna. Ezt majd kinyomozom utólag, hogy pontosan mire használható. Valószínű egyébként, hogy olyan programokat elindítani, amik ma sima DOSBox-ban nem indulnának el. Ezért is ad egy olyan lehetőséget, hogyha ti nem az ő általa használt DOSBox verziókat akarjátok használni, akkor nyugodtan telepíthettek egy IMG fájlba egy rendes DOS 6.22-t is, ha itt tartja kedvetek. Itt most valamiért egy kicsit meg van lassulva, úgyhogy kis türelmet kérek. Gyerünk barátom, már nem sok van hátra. Kérem a további beállításait a Windowsnak. Szerencsére kifagyni nem fagyott, de igen. Annak ellenére, hogy adtam neki bőven RAM-ot, egy kicsit azért akadozik. Gyerünk, barátocskám! Na végre! Beszélőpult beállítások, ez gyorsan elintézik pillanat alatt. Így. Aztán a start menü következik. Aminek egy részét láttuk az asztalon, és egyébként miközben a drivert kicseréltük. Mindjárt kész van ez. A Windows Help. A MS-DOS.
programbeállítások, aztán a time zóna, és megkérdez még annyit, hogy szeretnénk-e nyomtatót telepíteni, arra nemet fogunk nyomni, mert minek, hogyha egyszer nincsen nyomtatónk egy emulált gépen belül. Egyébként nem tudom, hogy ezt meg lehet-e valósítani, gyanítom, hogy nem. Átmegyünk egyébként itt egy olyan időzónára, ami közel van hozzánk, vagyis legyen Berlin, mármint annyira nem közel, de tudjátok, kb. 2000 km. Nyomtatónál nincs nyomtatóm, és kész is vagyunk, és magától újra fog indulni. Így né. Na most, én visszamegyek szépen a számítógépet létrehozó részre, vagyis a Defend Reloaded-re, és megmutatom nektek gyorsan, hogy hová kell beírni azt kézzel, hogy a program a run gomb lenyomásakor ne kérje még külön parancsot a bootoláshoz, hanem egyből elindítsa a Windows 95-öt, szóval térjünk egy kicsit vissza ehhez a dologhoz, és ezt megmutatom. Na, akkor ezt gyorsan megmutatom. Ismét egyébként a program mappába kell elnavigálnunk, szóval ez, ezen belül ez, és a configban fogunk beírni egy parancsot, amit eddig is használtunk bootolásra. Tehát cons, win95.prof. Egyébként, ha nincs társítva, akkor ezeket társítsátok a jegyzettömbhöz, mert ez a legegyszerűbb. Na, egy olyan részt kell a szerkesztésben kikeresnünk, keresővel, hogy autoexec. Erre szépen rányomtok, már meg is találta, és ez mellé szépen be kell írni az eddig használt parancsot, vagyis boot, alsóvonás L és C, és ennyi az egész, innentől ő automatikusan fogja indítani a Win95-öt, hogyha ezt elmentettük, automatikusan indítja a Win95-öt a rangomb lenyomás, akkor persze előtte még megkérdezi, hogy mi volt ez a frissítés, ezt le is okézom, és visszatérek szépen a dosboxos ablakhoz. Egy pillanat, skacok. Itt is volnánk, mint látjátok, ő már automatikusan startol, egy gyönyörű szép indítóképpel, ami valamiért meg van nyújtva. És indul a Windows 95 hanggal együtt, ha jól emlékszem. Lehet egyébként, hogy itt még csinál egy újraindítást, erre már nem emlékszem. De lehet, hogy már be is állított mindent, ami neki kell. Gyerünk, barátocskám! Kérem az asztalomat! Így is van! Na, gyorsan nézzük meg ezt a nagyon régi operációs rendszert szerintem. Állítsuk át gyorsan a háttért, én azt mondom. Ami itt is volt mindjárt az első. Én buborékokra állítom, és tájra, hogy kitöltse a teljes asztal felületet, különben nagyon kis felületet kapnánk. Gyerünk! Nehogy kiakadj ettől! Na azért! Így né. És akkor még gyorsan annyit megmutatok, hogy milyenek itt a játékok, illetve hogy milyen ez a számítógép is, amit mi létrehoztunk. Jobb gomb, Properties, és ez egy 511 MB RAM-mal rendelkező 84-86-os processzorral szintén rendelkező számítógép, amit nem tudom, hogy miért így van. Ó, és most lebukott az OM kulcs, úgyhogy ezt gyorsan kicenzúráztam. Na, ezt bezárom, és gyorsan nézzünk meg egy játékot, hogy mégis milyen vannak ennek. Na, hello! Hello, ne dupla kattintsál! Meg vagy őrülve, barátom? Na azért, Accessories Games. És én szerintem, hát a szokásos aknakeresővel zárom ezt a videót, amit amúgy is annyira jól ismerek, hogy azonnal veszítek benne, de azért lenyomok egy menetet. Kettő van valamilyen irányba.
Egy gomb valamilyen irányba. És egyébként a jobb gombbal, ha jól emlékszem, jelölhetjük, hogy szerintünk hol van. 3, tehát összes irányba lehet. Na de ezt én most gyorsan elrontom. Mert nem akartam teljesen lejátszani, csak gyorsan megmutattam, hogy miről is van szó mégis. Na, ez a tutoriálom ugye ennyi lenne. Ha bármi kérdésetek van ezzel kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg kommentben. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!